A magyar COVID-19 fertőzöttek gyógyulási esélyeinek növelése érdekében várja az Országos Vérellátó Szolgálat azok jelentkezését, akik korábban PCR pozitív teszttel rendelkeztek és már gyógyultnak minősülnek. Egy adag plazma készítmény egy ember gyógyulási esélyein segíthet, ezért fontos, hogy minél többen jelentkezzenek. Azoknak a jelentkezését várjuk, akik már legalább 3 hete gyógyultak, illetve ha tünetmentesen vészelték át, akkor van egy 3 hétnél régebbi pozitív, tehát hogy bizonyítottan pozitív volt PCR, koronavírus PCR leletük. Magához a jelentkezéshez nem várunk el negatív leletet, tehát nem kell bizonyítani, hogy ő meggyógyult, mivel a tudomány mai állása szerint 3 héttel a tünetek után már biztosan nem fertőz a személy, pláne ha egyébként meg tünetmentessé is vált időközben. Egyébként a jelentkezőnek úgy különösebben más feltételeknek nem kell megfelelnie, bárhol, bármik védőtési helyszínünkre eljöhet, nem kell időpontot foglalni előzetesen, csak jeleznie kell, hogy ő plazmadonor szeretne lenni. A jelentkezést követően leveszik a szükséges vérmintákat, elvégzik a vizsgálatokat, amik alapján eldöntik, hogy megfelele az adott személy plazma donornak. Amennyiben minden feltétel teljesül, azt is megnézik, hogy elegendő antitestet termele. A hölgyeknél kizárók lehet egy esetleges terhesség, mert ebben az állapotban olyan antitesteket is termelhet a szervezet, ami veszélyes a betegekre. Egy gyűjtés során 600 ml plazmát veszünk le. Ez egy készülék segítségével történik, ami levesz egy adott mennyiségű vért, abból kivonja a plazmát, és a vörös vérsejteket, vérlemezkéket visszaadja a donor szervezetébe. Így biztosíthat, hogy nagyobb mennyiségű plazmát tudunk gyűjteni, hiszen a teljes vért adna, akkor csak ilyen 250 milliliternyit tudnánk abból előállítani, és 56 nap múlva jöhetne legközelebb. Így tudunk 600 milliliter gyűjteni, ez a 600 milliliter, ez egy betegnek a terápiájára elegendő, és a donor, ha minden rendben van, egy hét múlva megint jöhet plazmát adni, tehát egy donor így több betegnek a megmentéséhez is hozzájárulhat. Természetesen csak addig gyűjtünk plazmát, ameddig minden laboratóriumi paraméter megfelel az előírásoknak, tehát ha az antitest szint egy megadott érték alá csökken, akkor már nem veszünk le többet plazmát, hiszen az előállított készítménynek akkor nem lenne meg az terápiás hatása, amit elvár a klinikum. Az eddigi jelentkezőkből nagyságrendileg minden 5. személy lesz alkalmas. Csak az elmúlt héten országosan 150 jelentkező volt Nyíregyházán, illetve az agglomerációból eddig 17-en jelentkeztek, és 2 voltak alkalmasak. Jelenleg 6 fő klinikai vizsgálatai zajlanak. A megyében egyelőre nincs lehetőség a plazmaadásra, legközelebb Debrecenben tudják ezt megtenni, akik szeretnék és alkalmasnak bizonyulnak.